Ebben a részben pedig meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit Byblosz városáról lehet tudni, csak felszínesen nyilván nem fogunk belemenni túlságosan, és mi az, amit ki tudunk deríteni róla röviden. Egy kezdetleges térképen megtalálhatjuk, itt helyezkedik el Byblosz városa, és hogyha megfigyeljük, akkor ez ugye itt Ciprus, földközi tenger partján helyezkedik el, ez egy föníciai kereskedőváros, aztán természetesen különböző birodalmak hódították meg, ez esetben ugye a Asszíria, vagyis a Szír Birodalom, de ez természetesen a történelem során folyamatosan változott. Ezúttal kezdjük a Wikipédiával, és mi az, amit megtudhatunk erről a városról. Byblosz egy régi föníciai kikötőváros Libanonban. Föníciai neve Kebal, korábban Kubla. Görög neve Byblosz. Jelenlegi hivatalos arab neve Jebel. Földközi tenger partján fekszik, ahogy láttuk az előbb, 30 kilométerre északra a fővárostól, Beiruttól 84-ben lett a világ örökség része. Érdekes az, amit írnak a régészeti leletek, arról tanúskodnak, hogy a város mai területén már időszámításuk előtt 5000 évvel is volt élet. Dátumok kicsit természetesen el vannak túlozva, de láthatjuk, hogy nem hiába nevezik Byblost a világ legrégebbi városának. A kikötő Egyiptommal és az egész régióval való cédrusfa és papírus kereskedelemben töltött be fontos szerepet. Byblosz visszanyerte régi rangját időszámításunk előtt 1200 körül, és időszámításunk előtt 900-tól a terület mindinkább az asszír birodalom befolyása alá tartozott. Ez pedig már egy bejegyzés a Jehova tanúi oldalon, a jehovaswitnesses.org vagy jw.org weboldalon a Föníciaiak öröksége címmel, és arról beszél, hogy az ABC-k nagyon hasonlított az ősi héberéhez, más népek látták, milyen előnyei vannak a föníciai ABC-nek, kisebb változtatásokkal ez lett a görög ABC alapja, amely viszont a latin betűk elődje. Ma ez az egyik legszélesebb körben használt ABC. Az érdekesség az, ami itt következik továbbá, a jelentős föníciai város Byblosz volt az egyik olyan központ, ahonnan mindenfelé szállítottak papiruszt, a mai papír elődjét. Azzal, hogy az emberek papírusra írtak, elősegítették a könyvek kialakulását. A világ legelterjedtebb könyvének, a Bibliának a magyar elnevezése valójában Byblosz nevéből ered. Igen, a föníciaikról és a hajókról szóló történelmi fejezések megerősítik a bizalmunkat abban, hogy a Biblia teljes mértékben tényekre épül. Úgyhogy ők is alátámasztják azt, hogy Byblosz város nevéből ered tulajdonképp az a szó, ami későbbiekben könyvet jelentett, és a mai szentírásnak a leggyakrabban használt neve. Olyan érdekességet találhatunk Byblosról a Wikipédia angol nyelvű verziójában, hogy az a régi királyság idején, mely időszámításunk előtt 2700-tól 2200-ig tartott, durván ugye ez az egyiptomi régi királyság, ha jól értem a nevét, Byblosz gyakorlatilag egy egyiptomi kolónia volt. Ez a növekvő város minden bizonnyal egy gazdag város volt, és Egyiptomnak az egyik legnagyobb szövetségese lett évszázadokon keresztül. Az első dinasztia idején a sírokban Byblosról származó fákat találtak. Még egy dolog, amit érdemes megemlíteni, az az, hogy az egyik legrégebbi, legősibb egyiptomi szó az egy óceánjáró hajó volt, mely lefordítva Byblosi hajót jelentett. Hogyha azt figyelembe vesszük, hogy ugye ez az első dinasztia idején már találhatóak voltak ezek a Byblosi fák Egyiptomban, akkor az, hogy még a 13. dinasztia egyiptomi király idején is szoros kapcsolatot ápolt Byblosz és Egyiptom,
az mindenképpen említése méltó. Ez a jó viszony megmaradt egészen a 19. dinasztia, egyiptomi dinasztia uralkodásának idejéig, és a 20. és a 21. idejében kezdett el hanyatlani. Amikor az új királysága Egyiptomnak összeomlott, a 11. században, időszámításunk előtt, Byblosz föníciai várossá vált. Még annyit hozzátennék, hogy a 22. 23. egyiptomi dinasztiák már Tírus és Zidon városait preferálták, és Byblosz kevésbé volt az előtérben, ugye ekkor már föníciai tartományjá vált, illetve föníciai várossá vált Byblosz. Ez azért érdekes, mert Tírus és Sidon szerepel még a brit kardosában, az új szövetségben is, mégpedig több helyen, többek között Mati Yahu 11-es fejezetben így beszél Yahusha másiák erről. Jaj néked Korazin, jaj néked Besajda, mert ha Tírusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban, de mondom néktek, Tírusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Úgyhogy Tírus és Sidon az a pogányságról és az igaztalan életről volt híres abban az időszakban. Ezért is említi ezt a példát Byblosz, gondolom nem különben, hogyha ugyanannak az egyiptomi pogány kultúrának a fennhatósága alatt élt évszázadokig, illetve később ugyancsak a föníciaiak fennhatósága alatt. Byblosz városában ezen kívül babilóniai királyi írásokat is találtak, amelyek 1200-tól 1000-ig terjedő időszakban, időszámításunk előtt ről valók, és ezeknek a létezése egy föníciai ABC-nek a létezését támasztja alá. Érdekesség ezen kívül még az, hogy ugyanebből az időszakból fennmaradt Resef temploma, ami egy kánánita háború istenség volt, háborús istenség volt. Az asszír birodalom felemelkedésével Byblosz asszír fennhatóság alá került, és ami érdekes az az, hogy Sidon, Tírus és Arvád mellett Byblosz volt a negyedik gyarmat tulajdonképpen az asszír birodalomban. És hogy mennyire pogány népek voltak a föníciaiak, természetesen mindenki más abban az időszakban, de a föníciaiak különösen erről Jesiahu 23-as fejezetben olvashatunk. Ugye emlékszünk arra, hogy Tírus, Sidon és Byblosz mind az asszír birodalom fennhatósága alá tartozott, és a föníciai birodalom része volt, úgyhogy szerintem, ha Tírusról olvasunk, akkor az egy nagyszerű képet ad, hogy hogyan is nézhetett ki Byblosz, különösen akkor, mikor tudjuk, hogy ez a háborús istenségnek a temploma volt az egyik legnagyobb attrakció ott. Úgyhogy nézzük, jövendőlés Tírus ellen. Hallgassatok társis hajói, mert elpusztítatott úgy, hogy nincs benne ház és bemenet. A kitteusok földéről jelentetett meg nékik. Némuljatok meg lakosai e partvidéknek, amelyet Sidon kalmárai, akik tengeren járnak, töltöttek be ekkor. Ugye Tírus és Sidon, illetve Byblosz volt azok a föníciai városok, melyekről szó van. Melynek sok vizeken át a Sihor veteménye és a Nílus aratása vala jövedelme úgy, hogy népek vására volt. Pirú is Sidon, mert szól a tenger. A tenger erőssége mondván nem vajuttam, nem is szültem, és nem tápláltam ifjakat. Nem neveltem szüzeket. Mihelyt e hír Egyiptomba eljut, Tírus e híre miatt szenvednek ott is. Menjetek át Társisba, jajgassatok a ti partvidék lakói. Ez é a ti örvendező várostok, melynek eredete ősidőkből való, és most lábai viszik őt bújdosni messzire. Ki végzi ezt a koronás Tírus felől, melynek kereskedői fejedelmek és kalmárai a földnek tiszteletesei? A seregek hatalmassága végezi ezt, hogy meggyalázza minden dicsőségnek kevésségét, és hogy megalázza a föld minden tiszteleteseit. Terülj el földeden, mint a folyóvíz, Társis leánya, nincs többé megszorító öv. Kezét kinyújtá a tenger fölé, országokat rettent el, meg Jahua parancsolt Kánán felől, hogy
elpusztítsák erősségeit. És szólt, nem fogsz többé örvendezni, te megszeplősített szűz, Sidon leánya. Kelj és menj át Kittimbe, de ott sem lészen nyugodalman. Ímé a káldeusok földe, a nép, mely eddig nem vala, Asszíria adá azt a puszta lakosainak, felállítá őrtornyait, lerombolá Tírus palotáit, rommá tevé azt. Jajgassatok társ és hajói, mert erősségtek elpusztítatott. És lesz a manapon, hogy Tírus elfelejtetik 70 esztendeig, egy király napjai szerint, 70 esztendő múltán Tírus a parázanő éneke szerint lészen. Védj citerát, járd be a várost, elfeledett paráznanő, penge szépen, dalolj sokat, hogy így emlékezetbe jöjj. És lesz 70 esztendő múltán meglátogatja Jahu a Tírust, és az ismét megkapja a maga keresetét, és paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén. S lészen az ő nyeresége és keresete szent Jahuának, mely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik, mert Jahua előtt lakozóké lészen az ő nyeresége, hogy egyenek eleget és szép ruházatuk legyen. Jeremiáhu így ír ugyanerről a területről, 47-es fejezetben, és a nap miatt, mely eljött, hogy elpusztítsa egész Filiszteát, kivágja Tírust és Szidont. Segítségének minden megmaradt töredékét, mert Jahua elrontja Filiszteát, a Kaftor szigetének maradékát. Kopasság lepte meg Gázát, Askalon elnémult, maradéka az ő völgyüknek. Meddig vagdalod magadat? Ó, szabjája Jahuának, meddig nem nyugszol meg? Rejtsd el magadat a te hüvelyedben, nyugodjál meg és hallgass. Miképpen nyughatik meg, holott Jahua parancsolt néki, Askalonra és a tenger partjára oda rendelte őt. Ha visszaemlékszünk, Byblos, ugyanúgy, ahogy Tírus és Szidon a tenger partján levő kikötő városok voltak, melyek paráználkodtak az egész földet tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy innen terjedtek ezek a pogány szokások, amik abban az időszakban elterjedtek Egyiptomból és Föníciából, és jellemző volt az összes későbbi birodalomra, úgy a babilóniaira, Asszíriára, de a görögre, a rómaira, és ugye a mai birodalmakra is. Jehezikája 26-os fejezet így szól, és lőn a 14. esztendőben a hónap elsején lőn Jahuának beszéde hozzám mondván. 3. vers. Ezokáért így szól Jahua Elohim, ímé én, Tírus, tereád, és hozok fel ellened sok nemzetet, miként a tenger fölhozza hullámait, és elhányják Tírus kőfalait, és lerontják tornyait, s levonszom még porát is róla, s kopasz sziklává teszem őt. Háló kivető helye lesz a tenger közepén, mert én szólottam, ezt mondja Jahua Elohim, s legyen a nemzetek ragadománya. És leányai, kik mezőségen vannak, fegyverrel ölettessenek meg, hogy megtudják, én vagyok Jahua. Mert így szól Jahua Elohim, ímé én hozom Tírus ellen Nabukodonozort, Babilon királyát északról, a királyok királyát lovakkal, szekerekkel, lovagokkal, seregekkel, és sok néppel. Lányaidat a mezőségen fegyverrel öli meg, és állat ellened tornyot, és tölt ellened sáncot, és emel ellened pajzsot. Faltörőkosával ütteti kőfalaidat, és tornyaidat lerontja fegyvereivel. Lovainak sokasága miatt belep téged poruk, a lovagoknak, kerekeknek, szekereknek robogása miatt megrendülnek kőfalaid, mikor bemegy kapuidon, amint beszoktak menni a megtörött városba. Lovainak körmeivel tapodja meg minden utcádat, népedet fegyverrel öli meg, s erősséged oszlopai a földre dőlnek, és prédára hányják gazdagságodat, és elragadozzák áruidat, letörik kőfalaidat, gyönyörűséges házaidat lerontják, köveidet és fáidat, porodat a víz közepére hányják. Megszüntetem éneklésed hangosságát, és citeráid zengése nem hallatik többé, és kopasz sziklává teszlek, hálók kivető helye leszel, hogy többé meg ne építsenek, mert én Jahua szóltam, ezt mondja Jahua Elohim. 19-es vers így folytatja, mert azt mondja Jahua Elohim, mikor én téged elpusztult várossá teszlek, mint amely városokat nem laknak, mikor a mélység árját felhozom rád, hogy beborítsanak a sok vizek, akkor levonszlak téged azokkal, akik sírgödörbe szállnak, a hajdan népéhez,
és lakatlak téged a mélységek országában, a hajdan pusztaságaiban, együtt azokkal, akik sírgödörbe szálltak, hogy többé senki ne lakjék benned, és ha megmutattam dicsőségemet az élőknek földén, rémségesen cselekszem veled, és nem leszel. S keresni fognak, de többé örökké meg nem találnak. Ezt mondja Jahua Elohim. Nem valami pozitív Jahua véleménye ezekről a városokról. Láthatjuk azt, hogy Sidon, Tírus, Arvad és Byblosz voltak azok a városok, melyeket a Perzsa Birodalom gyarmatosított. Még annyit hozzátennék, mielőtt befejezzük ezt a részt, hogy időszámításunk előtt 2700-ból fennmaradt egy templom, melyet Balat Gebalnak szenteltek, és mely egy L alakú nagy templom mellett az egyik legjelentősebb műemlék, ami fennmaradt, ez a név Balat Gebal mellesleg elő fog még fordulni a későbbiekben többször, úgyhogy érdemes említést tenni róla, és ha mindenki emlékszik rá, az nagyszerű. Szóval ez tulajdonképpen Byblosz istene végül is annyit jelent. Tovább fogjuk folytatni a következő részben Byblosz városának tanulmányozásával, és remélem, hogy hasznosak találtátok ezt is, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!